alakzat beszúrása és formázása. Na, ugyancsak a beszúrás főre fogunk menni. Megnyomjuk, és itt megkeressük ezt a kis ikont, hogy alakzatok. A kis nyíra, a fekete nyíra, ha rákattintunk, akkor rengeteg-rengeteg fajta gyönyörű, szuper alakzatot kapunk. Kiválasztunk egyet, most én kiválasztok egy napocskát, rákattintok, de ugye még nincs sehol a napocskám, semmi gond, itt van egy kereszt. A balegér gombot folyamatosan nyomva tartva és egy bizonyos irányba húzva létre tudod hozni az alakzatot. Ha elengeded, már készen is van, megvan az alakzatunk, tökéletesen. Ezt az alakzatot, a kis bugyókat, ha megfogod, tudod nagyítani, kicsinyíteni olyan méretre, ami erre szeretnéd. De ha neked megszabott méreted van, akkor a jobb felső sarokban itt, ha rákattintasz, ki tudod törölni, beírod, hogy 10 centi, magassága legyen, megint 10 centi. A szélessége és egy enter gombot nyomva már meg is kapsz egy tökéletesen 10x10-es alakzatot. Ezt az alakzatot úgy szintén lehet színezni, vagy bármit csinálni vele. A színezés az a formátum, füleknél fog, ugye? létrejönni. Vannak ugye itt beépített színek, egy picit arrébb rakom, hogy lássuk, de rakom a napocskát, itt vannak a beépített színek, legyen ugye citromsárga, de ugye mindig rá kell kattintani a képre, és ennek a bogyóknak itt kell lenni, hogy egyáltalán megváltozzon a színe. De ha nem tetszenek ezek a beépített formák és színek, akkor magunk is megszínezhetjük, akár innen a színpalettából, vagy további kitöltő színekre, hogyha rákattintunk, akkor meg tudjuk változtatni kettő darab kattintással a színét. De nem csak a kitöltő színét, hanem a körvonalát is meg tudjuk ugye változtatni, mondjuk legyen fekete, a körvonalának megint ugyancsak a vastagságát is meg tudjuk változtatni, és lehet mondjuk, hogy szaggatod, de csak hogy megmutassam. Elég furin néz ki, de most ez így néz ki. Lehetnek effektusokat, ugyanúgy, hogy árnyék, tükröződés, ragyogás, mindenfélét be lehet tenni. Na, ragyogtassuk meg. Picit megragyogtattuk ezt a napocskánkat megvan ez az alakzat. Az alakzatba ö, tudunk írni szöveget. Ugye, hogyha különböző kis feladatok akarunk kitalálni, akkor jobb egére kattintasz, és itt van a szöveg szerkesztése, és innentől kezdve gyönyörűen be lehet írni mondjuk azt, hogy 8 meg 8, most csak mondtam valamit, majd ha az egérre csak ezt a szöveget itt kijelöljük, akkor ugyanúgy tudjuk formázni, mint a vördben. Vagyis tudjuk a típusát változtatni, tudjuk a nagyságát változtatni, tudjuk a félkövérségét és akár a színét is meg tudjuk változtatni, és innentől kezdve a napocskánk és a beírt számok együtt mozognak. De ha valakinek ez nem tetszik, akkor ugye. Most csinálunk egy másik alakzatot, most egy másik napocskát. Akkor ugye azt a verziót is használhatja, hogy készít egy Word szöveget, legyen az, hogy igen, megfogom ezt az igét, ide berakom a napocska közepére, mind a kettő formátumot megfogom egyszerre, tehát két keretnek kell látszani, és itt fent a formátum, csoportosítás gombra nyomok, és ugyancsak együtt fog mozogni az alakzat. Igazából a fantázia szabhat, át, hogy az alakzatokat, a formázásokat és a beúrásokat mire használjuk. kép ami nagyon fontos, mert sok-sok képet szoktunk felhasználni egy-egy PowerPoint elkészítéséhez, mert látványosan szebbé jobbá teszi ugye magát a bemutatót. Az egyik módja az, hogy mindenféleképpen a beszúrás gombra jövünk, és mondjuk megnyomom azt, hogy online képek, itt nekem ugye ezt a bink képer keresőt dobja fel. Itt érdemes angolul inkább beírni, mondjuk beírom, hogy frog, béka, rányomok, és már itt is vannak ezek a cuki békák. Egy ilyen kis pici béke rányomok, menjem a beszúrás gombot, és már itt is lesz a béka képem, amit ugye későbbiekben tudok animálni és formázni. Második módja, ugye, beszúrás gomb, és a képek. Itt a saját mappámból tudom kiválogatni. Mondjuk választok egy ilyen aranyos denevért. Lekicsinyítem, és már benne is van. Ennyi az egész. És Google keresőbe, ugye rámegyünk a Google-re, beírok, teljesen mindegy, most beírom azt, hogy tehén, Szeretnék egy tehénképet berakni. Képek, ugye? Megkeresem a tehénkémet, rányomok, és nem kell lementegetni, nem kell terhelni ezzel a számítógépet, egyszerűen a jobb egérrel gombot megnyomom, megkeresem, hogy kép másolása, rányomok, visszamegyek a poverpointomba. megnyomom megint a jobb egérgombot, és itt a beillesztést és már itt is van a bocikám, a tehénkém is berakom. De ha nem akarunk a beélesztésnél a jobb egérgomba vacakolni, akkor itt van fent ez a szép nagy ikon, mennyi a beélesztés, és már újra itt is van a tehénkém, amit most ki is törlök. Tehát ennyi a kép beszúrása ezzel a hárommal, hogy online, saját számítógépről és a Google keresőből is tudok képet beszúrni. A képformázása is egy elég fontos munka folyamat, hiszen mindenféle csodát tudunk tenni. Ugye mindenképpen a beszúrás, és akkor a három módszer szerint kiválasztok egy képet, természetesen egy kutyát és egy macskát választottam ki. Itt van ez a kutcuki cica, ezt most tudom így mozgatni, ugye tudom a méretét változtatni kisebb-nagyobb. Törekedjünk arra, hogy nagyobb felbontású képet másoljunk és mentsünk le, mert ha kisebb méretű a fotó, és elkezdjük nagyítani, akkor pixelessé válik. Itt van ez a macsek fotója, akinek zavar a felirata, és az, hogy fehér a háttér. A feliratot, és a, a, az, hogy kisebb legyen ez a fehér rész, azt levágással tudom megoldani, felmegyünk a formátumba. itt tudok mindenféle csodát tenni a fotókkal. Első körben én azt mondom, hogy levágom róla ezeket a csúnyasságokat, így szépen levágom, így, már kész is, oldalra kattintok, és már, kész is a levágás. De mivel, hogy engem még mindig zavar ez a fehér háttér, ezért visszamegyek, rákattintok a képre, úgy jelenik meg a formátum gomb, megnyomom a formátumot, rámegyek arra, hogy szín, és itt megkeresem azt a varázseszközt, hogy áttetsző szín, erre rányomok, megjelenik egy ilyen kis ceruza, és arra a részre kattintok ezzel a ceruzára, amit szeretnék eltüntetni, úgy itt a fehér részre kattintok, Voilà, és már el is tűnt a háttér, és innentől kezdve nagyon szépen beleolvad a, a képbe maga, nem lesz annyira mű az egész, úgyhogy itt van a cicukánk. Ugye lehet ezeket a képeket világosítani, az itt van a színkorrekciónál, ha lenyitom, lehet nagyon világosá tenni sötét tém lehet a színét egy kicsit változtatni, ilyen narancssárgásabbra tudom, de akkor ugye egy picit előjön ez az eltüntetett háttér, tehát ezzel vigyázni kell, művészi effektusokat kell, ezeket soha nem szoktam használni én például, de lehet különböző keretet adni, de akkor visszatér ugye a fehér háttér, általában, ezek itt vannak, több lehetőség is van mindenféle, cukiság és jó, ezt eltüntetjük, ezt a csúnya fekete keretet, ez nem tetszik. Jaj. Jó, visszaállítom a képet eredetibe, jó, és akkor jó is lesz. Amit még meg akartam mutatni, azt, hogy tudom a képeket csoportosítani úgy, hogy egyszerre rakjam. Itt most lekicsinyítettem őket, itt vannak a kettő, kijelölöm mind a kettőt, és itt van a csoportosítás gomb, ezt megnyomom, a csoportosítást, és innentől kezdve már egyszer mozog a két kép például. De most szétbontom, mondom szétbontom, jaj, most egy picit, igen, igen, igen. Ilyet szokott csinálni a gépem, és reméljük, hogy nem tudni kell az egész. Jó, jó, de jó, csoportbontás, oké, okay. most megint különállóként működnek, de például azt szeretném, hogy ugye, hát a kutyus ne legyen már a cicán, hanem a cica legyen elől, akkor kijelölöm a kutyust, és egyszerűen hátrébb küldöm, és már el is tűnt, és akkor ő lesz hátul, és nem a cica. Nagyjából ezek azok a dolgok, amiket a képszerkesztésnél jó tudni, és lehet vele nagyon jó kis dolgokat csinálni. Az egyik legizgalmasabb dolog, amikor a képeket, alakzatokat, vagy akár magát, a szöveget animáljuk. Most a képek, alakzatok, mert ugye az ugyanaz, azokat fogjuk animálni. Ugye itt van a kis cicám. Én szeretném őt valamilyen mozgásra bírni, de előtte, ha megengeditek gyorsan a formátum, szín, varázszerúzámmal elveszem a hátteret, és körbevágom, hogy ne legyen ennyire csúnya fehér hátterű, ez pont két pillanat. Kész is van, és én azt mondom, hogy én itt szeretném valamilyen mozgásra, meg szeretném, hogyha valamilyen jó kis megjelenéssel beúszna a diavetítés során. Ehhez az animációk fülre kell kattintanunk, és mindenképpen nyissuk meg hozzá az animációs munkaablakot, mert itt fogod látni majd, hogy milyen gaztettet műveltél az adott képpel. Első körben elég, hogyha innen a megjelenés gombból választasz ki valamilyen típust, hogy hogyan jelenjen meg, de ha neked ez nem elég, akkor ha lejjebb húzod az egelet, akkor a zöld csillagot nézed, van még nagyon-nagyon sokféle megjelenési forma, amiből lehet válogatni. Mondjuk én most a, a, pattogást fogom választani, hogy pattogjon be, leokézom, kész is, lejátszom, be is pattogott nekem a kismacskám. Ezt az animációt ugye tudod szerkeszteni, ha ide jössz a munkaablakba, a kis fekete rányítsz, akkor lehet kattintásra indítani, lehet úgy, hogy az előtte lévővel együtt indul az animáció, és lehet úgy is, hogy az előtte lévő után induljon, tehát folyamatosan jön az animáció. Ha a videót készítesz a PPT-ből, akkor érdemes inkább csak a kattintásra hagyatkozni, és akkor te tudod magad irányítani a videódat. És nem fogsz abba a hibába esni, hogy esetben, esetleg eszedbe jut egy szuper mondat, és azt el szeretnéd mondani, de nem tudod, mert már elúszott a képed. Effektusok beállítása, ez még egy fontos dolog. Hangot lehet hozzátenni, ide középre teszem egy kicsit, hangot tehet és az időzítést tudod beállítani. Ugye itt is az, hogy mivel induljon kattintással, lehet késteltetni, és itt van az időtartam. Ötféle, de te is írhatsz be, persze többet, de nem érdemes. Rányomok a közepesre, egy oké okay gombra, és oké, okay, és gyönyörűen közepesen fog nekem bepattogni a kis cicám. Ha nem tetszik ez az animáció, akkor egyszerűen csak választasz egy másikat, és rögtön megváltozik, de akkor be kell állítanod, vagy ha rányomsz a kisnyéra, akkor egyszerűen csak az eltávolítás gombra fogsz nyomni. Na már most én tehetetlen vagyok, és szeretném, hogyha ez a kismacska ne csak megjelenjen, hanem valamilyen mozgást is végezzen nekem, akkor nagyon fontos, hogy nem itt fogod kiválasztani a kiemelést, mert akkor eltűnik az előző animációd, hanem animációk hozzáadása gomnál a sárgákat nézed, ezek a különböző kiemelési effektusok, és vannak még itt a pici sárga csillagnál a rányomsz még több kiemelési effektus. Most én a megnövesztést fogom választani. Itt látszik, hogy már a második animáció is bekerült, megszerkesztjük. Azt mondom, maradjon kattintáson, beállítom, hogy nem most nem lesz hang, bár lehetne mondom főrakni nyelvugást is akár akkor időzítés, azt mondom, maradjon közepes, természetesen, és leokézom. Hogy is fog ez kinézni? Bepattog, és egy picikét megnő. Így van. Így van. Jó. Most azt szeretném, hogy beúszott, megnőtt, de kattintásra ugye tűnjön el a dia Diámról, mert szeretnék egy másik képet behozni, akkor egyszerűen teszünk hozzá egy eltűnési animációt. Rákattintunk megint a macskára. Animáció hozzáadása mindenképpen. És most, ha itt a csúszkát lejjebb viszem, akkor a piros csillagokat nézem, hogy különböző eltűnési effektusok vannak, de ha lejjebb visszük az egerünket, akkor itt megint van rengeteg eltűnési effektus. Mondjuk én most kiválasztom a bumerángot. Leokézom. Megnézem, hogy hogy van beállítva. Maradt a kattintás, effektus, beállítása. A hangot most nem szeretnék, időzítés. Gyorsra van állítva, én nem szeretném, hogy gyorsan kimenjen, menjen egy közepesen ki. Leokézom, és meg is mutatja, hogy hogy fog kimenni. Na, akkor most nézzük meg az összeset lejátszók. Bejön, megnő, és kattintásra el is fog tűnni. Ilyen szuperül lehet ezeket animálni. Amit még szeretnék megmutatni itt az animáláson belül, hogy a mozgásvonalaknak a használatát. Most én erről a cicáról kifogom törölni az, az animációkat. Mindet kitörlöm, kész. Itt van egy cica, és most a beszúrás gomb és online képek segítségével keressék egy kisegeret. Ah, hát ez nagyon cuki lensz, be is rakjuk. Kisegeret, itt van a kisegér, és mászlénk van, mert erről nem kell a hátteret eltüntetni, mert eleve egy olyan kép, aminek nincsenek hátterei. És azt szeretném, hogy a cica kapja el az egeret. Akkor rányomok, ugye, a cicára, és azt mondom, hogy animáció. Először legyen az, hogy valahogy jelenjen meg. Mondjuk, megjelenjen, jelenjen meg úgy, hogy nem is tudom. Hát egyszerűen helyre rakjuk. Egyszerűen meg fog jelenni csodálatosan, és most adjunk hozzá egy mozgásvonalat. Animáció És itt vannak a további mozgásvonalak. Rengeteg féle mozgást tudunk hozzáadni, hogy hogyan mozogjon nekünk ez a kis kismacskánk. Itt látszik a formáknál, a kis piros piros pöttyök és szürke pöttyök, az azt jelenti, hogy szürke pöttyöknél kezdődik, és a pirosnál végződik. És ilyen alakzatba fog mozogni. Most én azt mondom, hogy legyen ez az én kis macskám, ilyen nagyon-nagyon kis mókás, és menjen cikcakba. Leokézom. Ez még mind szép és jó, de amint látjátok, megmutatja, hogy itt van a cicám, itt kezdi a mozgást, és itt fogja befejezni. Ez nekem nem jó, mert azt szeretném, hogy az egér érjen. Nem az egeret fogom közelebb húzni a macskához, hanem a macskának az animációját, ezt a mozgás vonalát fogom megnyújtani. Egyszerűen rákattintok, de itt is elég, ha itt rákattintottok. Megjelennek a bogyókák, és egyszerűen kinyújtom egészen a kisegérig. És megnézzük, hogy milyen időzítés kattintásra mehet állítsuk be az effektust, a nyomvonal, igen, tökéletes, ne nézzük az időzítést, átmondjuk legyen egy ilyen lassú, egy ilyen három másodperces, ne legyen annyira gyors ez a kis cica, leokézzük, és már látszik is, hogy milyen cukin bekapná az egeret. De, mivel látjuk, hogy hát az elég furin van, hogy az egér előre került, akkor megcsinálhatjuk azt, hogy rákattintuk az egérre, majd a formátum gombra, és előrébb hozzuk a kis egeret. Na most nézzük meg. Még mindig elő van, akkor bocsánat, hátrébb kell küldeni, butaságot beszéltem, hátrébb küldöm. Na most játszok le, nézzük meg, hogy a, a kis cica. Ez az, és be is kapta a kis cica az egeret. Ezzel a mozgás vonalakkal nagyon sok mindent lehet játszani. Ennyit szerettem volna körülbelül az animációra.